háromból az egyik Primadi Gyulán maradt. A VOSZ által szervezett eseményen a hagyomány szerint 3x1 millió forintot osztottak szét a megyei kulturális, tudományos és sportélet legkiválóbb képviselői között. Idén a Fürdővárosban megrendezett gálán a gyulai Power Beat ütőegyüttes volt az egyik kitüntetett. A három témában ennek apropóján Fábián István, a zenekar vezetője beszélt arról, mi minden történt velük megalakulásuk óta. Szavaiból kiderült, közel sem volt könnyű az indulás. A zenekar története úgymond 10 évre vezethető vissza, ugyanis 10 évvel ezelőtt is voltak apró próbálkozások, ugyanakkor még hordókon, vödrökön, különböző konyhai eszközökön játszottunk és léptünk színpadra, viszont egy ütőegyüttes életében elengedhetetlen az, hogy minőségi hangszerek legyenek. Tehát dallamhangszerek, ritmushangszerek, mert csak igazából úgy lehet minőségi produkciót felvinni a színpadra. A Prima díjas csapat magját azok a fiatalok alkotják, akik jó egy évtizede a zeneiskolába jártak az ott tanító Fábián Istvánhoz. Ők annak ellenére együtt maradtak, hogy sokan másik városban folytatták tanulmányaikat, majd adott esetben munkát is máshol vállaltak. Az együttes tagjai nem szeretnének itt megállni, sok tervük van a jövőre nézve. Mindenképpen szeretnénk eljutni neves fesztiválokra, könnyűzenei fesztiválokra, esetleg versenyekre is. Szeretnénk nyitni külföld felé is. Ennek első állomása szeptember 25-én már meg is történt. Temesváron a Temesvári Magyar Napok keretében játszhattunk, meghívtak bennünket, és egy óriási színpadon játszottunk egy nagyon nagyszerű közönségnek, aki nagyon nagy szeretettel fogadott bennünket, és hál' Istennek sikere is volt a csapatnak. De az elsődleges célom, hogy összefogjam és megtartsam ezt a csapatot. Fábián István azt mondta, ez a csapat most már elérte a fél profi szintet, mert lazán, ugyanakkor összeszedetten játszanak a színpadon. A következő időszakban a fejlődés kerül a fókuszba. Megpróbálnak nem csak a hangszerelésben, hanem a megjelenésben is előrelépni, erősíteni a produkció során a show elemeket.